nincs elég videóanyagom. Élényem az. Na, Faci bácsi, neked még nem mondtam el, leszálláskor kezünket, lábunkat a kosárban belül tartjuk. Hőlégpanelos repülésen vettünk részt, felszálltunk Zicsúj faluba, és leszálltunk itt a szántás közepén valahol. Kicsit zökenős volt, kétszer koccantunk, de túléltünk, itt vagyunk, meg vagyunk, és nagyon jó volt, és nagyon szép volt, és élveztük. Lajos, ennek a nagyszerű tesznek az emlékére, hogy eredményeképpen a légjárókat gróffá avatta, és egy területet is adott nekik, mindazt, amit a balomból áttekinthettek. Ezt a nemes hagyományt mi őrizzük a mai napig, és ezen balomkapitányi jogomnál fogva téged gróffá avatlak, és neked adom azt a területet, amit a balon kosara földetérés előtt 10 centivel beszakart. Szerencsére, ha nem kukorica, nem kell kapálni járni. Megjelölök én téged a tűzjegyével, amely minket a levegőbe emel. Megjelölök téged a földjegyével, amely minket minden egyes alkalommal visszafogad. Nem is akárhogy. És megjelölek téged. És iszunk is. Király! Nem iszunk! Nem iszunk! Én mondtam, hogy locsolni lesz, nem inni. És megjelölek téged a balonosok kedvenc italával, amit azért szeretünk, mert minden egyes buborék a felszálló balonra emlékeztet minket. Hadd a felszújjasson a rendőr. Nagyon jó különben. Nem adod? Száraz. Pohár nincs. Csípjél szemed. Vannak dolgok, amire úgy felkészültem, tehát felkészültem arra, hogy szépet fogok látni neked. Törülgetem a szállat is, igen, látod. Felkészültem arra, hogy olyat fogok látni, amit nem sok ember megtörtént. Felkészültem arra, hogy nem így fogunk megérkezni, hogy megtörtént. Erre nem számítottam, ez... Szépen repülős ide elpattanósi előnevet adományoztam neked. Ezt meg kell jegyezned, van rá 24 órád, és ha a jövőben egy balonos megkezdődés, és hogy hívnak? Amennyiben ezt nem tudod fejből, akkor egy üveg felsgőt délbe fogunk elmenni egy órától. Egészségedre. Egy korty! Jó, szóltad, mondják, hogy az üveget is. Kicsit nem kell. A tanuk. A tanuk. Amis tanuk. És akkor egy fölvesszük a tanukat is. Mi? Nagyon szépen köszönöm. Egészségedre. Életre szóló élményt kaptam. Szépen fülös ide. Az úgy megvan az a mondat, hogy ez kemény lesz. Vártam azt, hogy mikor érünk neki a földnek, és olyan brutálisan kemény volt, hogy nagyon. Tehát ez úgy most esetleg, hogy ez így lófügy. Az, amikor leér a kosár, és nem látod a lábadat.
nagyon élveztem. A várakozáshoz képest mik történtek? A várakozáshoz képest? Nagyon most sok, már számítottál rá, nem? Nagyon sok videót megnéztem a YouTube-on, hogy hogy indul el, hogy állítják fel, hogy érkezik meg. Nagyon sok fényképet megnéztem az interneten, hogy milyen szép felvételek vannak. Teljesen más kaptam, mint amire számítottam. Én arra számítottam, hogy ez a ballonozás ez úgy fog történni, hogy úristen, de magasan vagyunk, és jaj, nem merek lenézni. Ehelyett már a Laci rám szólt, hogy ne hajolgassál ki, mert kiesel. Igen. Tehát nem szabad kilúgatni kezed lábad. Igen. Arra számítottam még, hogy ez így fog libegni, lobogni, föl és nem. Le, és úristen. De azt nem. Említettem, hogy háztető szilárdságú. Ez brutálisan, tehát ott lehetett mozogni jobbra-balra, ez nem emelkedett úgy hirtelen meg le, akármi, ez levege. Egy olyan adrenalint adott, ami olyan jó érzéssel töltött el, hogy ráragadt az ujjam a gombra, annyi képet csináltam, hogy azt a mindenit. Számítottam arra, hogy a földet érés nem lesz zökkenőmentes, ez viszont bejött. Egy elrugaszkodás történt a földtől, aztán még egy. De ez így volt jó, hogy egy kicsit úgy pattogtunk, mert ez így volt hőlégballonos. Nagyon sok mindent tanultam a repülés alatt, ami körülbelül egy óráig tartott. Gyönyörű volt a táj, amit láttunk, lent szaladt két őzike, nyuszi ugrált a szőlős gazdának a birtokán. Láttunk sárkán repülőst, aki eljött mellettünk és integetett, a másik hőlégballonos. Tehát van idő üdvözölni, van idő megtekinteni valamit. Nem helikopter, nem repülőgép, nem siet, nem rohan sehova, igaz, hogy nem tudjuk kormányozni, de lehet kormányozni, ez így nem igaz, mert lehet. Hogyha följebb megyünk a termékkel, illetve a ballon melegítésével, akkor ott följebb már más feleviszi a ballon, tehát így lehet kormányozni. Így van. Úgyhogy most cáfolom azt mindenki előtt, hogy nem lehet a ballont irányítani, lehet. Ennél egyszerűbb járművet el tudsz képzelni? Egy meleg levegővel telt zsák, aláfüggesztve egy kosár, amiben ember lóg, vagy áll. És nagyon biztonságos, tehát olyan biztonságérzetem volt fent, én aki félek a magasba, mert ezt most már bevallom, hogy én nagyon fosok a magasba, de ez abszolút, tehát én semmi olyan nem volt, hogy jaj. Nagyon-nagyon sok szakmai ismeretet tettem szert, hogy milyen magasan vagyunk, hogy süllyedünk, és kormányzás és minden. Úgyhogy nagyon hálás vagyok érte, volt ez mindez 2013. szeptember.